Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet. Különösen nagy szeretettel Brunner Mártát, aki itt ül középen. Én szerintem mind a ketten meg vagytok elégedve arra, aki mellett ültök, nem? Hogy az ez egy nagyon kellemes személyiség. Másik oldalon mond, te ül. Szörnyű, na. Én meg vagyok elégedve. Kitettem. Ő meg Marko jó. Nekem meg régi nekem balról jó. Nekem régi nosztalgiák itt most a kezembe. Hadd mutassalak be benneteket. Jó. Most kit mutassak be először? Először az első riporter kerestetik győztest, Horváth Jánost mutasson be. Kicsit elakadt. Nem akadtam el, hanem csak a H betűt éreztettem, hogy nem ejtem a H betűt, mert csak sima tével írod. Még mindig úgy írod, ugye? Mindig úgy írom, de ebből mindig csak baj van. Régen ez nem volt probléma egyébként, de mióta ilyen komputeres a világ, igen, ha valaki H-val a végén ír be, igen, akkor nem találja a nevet. Tudod? De ez nagyon érdekes egyébként, hogy a komputer nem a komputer régebben egyszerű volt, mert beírtad az első három betűt, és akkor hozta a gép. Most, ha nem jól írod be, uh-huh, ennek persze különböző kimenetei vannak, múltkor egy orvosnál mondtam ezt, és nem találtam, mondtam, én H nélkül írom. Mire azt mondta, hogy ja, bocsánat, beírt, azt mondta, így se találom. Mögé mentem, az O-nál kereste. A régi televízió lenne a mai téma, hát a korábbi, tehát a mondjuk a 70-es, 80-as évek, sőt még a 90-es évek televíziója is. Teljesen véletlenül a kezembe került egy könyv, Endre Judit, ismertek az Endre Juditot? Igen, nekem na, kollégám volt. Neked kollégád volt? A televízióban, volt? Jó, szóval ő írt egy ilyen könyvet, anno az én tévém, és hát ebben jelentős részekben szerepeltek ti, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy elfogadtátok ezt a meghívást. Azt mondta Jutka egyébként, hogy ne róla szóljon ez a műsor, úgyhogy nem fog róla szólni. A Márta is a kezébe tart egy könyvet, ami veletek készült. Először tisztázzuk azt, hogy ugye ti együtt dolgoztatok éveken keresztül az egyik első és hatalmas sikerű vetélkedő sorozatban, ugye? Hogy ott a te feladatod az mi volt, légy szíves, mondd el. Igen. Tehát a két műsor nagyjából egy időben indult, tehát volt akkor a Szerencsekerék, volt egy harmadik egyébként a Zsákba macska is, a Mindent vagy semmit. Egyébként nagyon sokan keverik, nem tudom miért a két műsort, mert struktúrájában is megszert, tehát teljesen más volt. De minden, abban is volt egy szép magas barna hölgy, a Prokop Dóra, meg voltam én ebben a műsorban, de zárója. Az én feladatom az volt, hogy a műsor két pontján, tulajdonképpen én egy ilyen pontvadász voltam, tehát az adott játékost, aki vezetésben volt, én próbáltam rábírni a pontjait. Igen. Hát nem volt egy hálás feladat, aztán azt gondolom később ez úgy kialakult, mert ennek nem volt egy megírt forgatókönyve, ezt nekem kellett kitalálnom, és hát az akkori adott ajándéktárgyak, hát még nagyon gyerekcipőbe járt, azért lássuk be ez a kereskedelmi, hát nem kereskedelmi, nem is volt kereskedelmi tévézés, tehát... Nem a kereskedelmiben kezdtük. Nem, mi az M2-n kezdtük, és... Igen? Igen, a kettő. Szóval a Magyar Televízióban. Magyar Televízió 2-es csatornáján, majd lett a Csiga TV, és akkor indult a kereskedelmi televízió. Tehát azért volt hálátlan, mert... Hálátlan? Sokszor hálátlan volt, mert ha ma készülne ez a műsor, és mondjuk egy iPhone 7-est kéne vinnem, és ezért adjon 10 pontot, akkor egy sokkal nyerőbb helyzetben lehettem, de mindenféle, hát ilyen idétlen noteszek, meg a hatodik hajszárító, vagy még az sem, tehát hogy nehéz, hát próbáltam humoros lenni, és hát nagyon rövid nyilván, ez egy 10-15 másodperc ez volt. Egy, bocsánatot kérek, hogy valamennyivel kiegészítem, ugye utólag okoskodva. Igen. Hogy ez egy nagyon aljas része volt ennek a Mindent vagy Semmit című műsornak, ugyanis a játékos a saját pontjaiból kellett, hogy engedjen Mártának, amivel persze az ő győzelmét és végső soron az autóját veszélyeztette. Uh-huh. Na most egy bájos nőt vetettünk be, uh-huh, és merjen neki ellentmondani a piszokja. Tehát nem lehet a Mártát csak ugye, azt mondja, Mártikám, hagyjál már békében, mondhatta volna a játékos, mert nekem fontosabb, hogy autót nyerjek, mint hogy ezt 15 liter tejet hazavigyem. Most a Pista milyen kollega volt, meg hát főnök, meg végül is köré épült, igen? Szóval nem volt hangosabban? Nagyon jó kollega volt. Isteni volt. Na, igen.
Ennek az egész műsornak a felvétele, erről vannak is valahol archívumok, annyira jó hangulatú munka volt, olyan jó felvételek voltak, annyi mókát csináltunk, volt olyan például, hogy ugye úgy indult, van egy főcímzene, volt egy felkiáltó jel, ami mögött az István várakozott, és az adott ponton az kinyílt, és az István berobbant, és felszaladt a pulpitusra. És akkor volt arra idő és energia, hogy eltüntettük a közönséget. Jaj, emlékszel? Igen. De ugyanúgy bent volt a taps, és ugye szaladt az István, és ön volt a csiklandozó. Vagy az egyik kollega a pulpitus mögött elkezdte a lábát csiklandozni. Tehát egy csomó olyan munka volt, amik, hát én nem tudom, hogy a mai felvétel. Nagyon együtt volt, jó csapat volt. Nagyon-nagyon ide tartozik a fő témánkhoz, a régi televízióról van szó, hogy ezt mi még megtudtuk és megmertük csinálni, és élveztük. Nagyon jó, hogy elmesélted. Elfelejtettem. Na most a János volt már egy műsoromban, és ilyen déjà vu van, mert ugye szintén egy ilyen neves riporter kollega volt, aki szétbeszélte a műsort, tehát nem nagyon jutottál szóhoz, és most megígértem, hogy most szóhoz fogsz jutni. Én nem akarok szóhoz jutni, én azon gondolkodom kezdetektől fogva, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy a régi televízió? Az Endre Jutkának megjelent az a könyve, hogy Annó az én tévém. Akkor maradjunk úgy, hogy az Endrei televízió. Vagy nem, ezt most ilyen. Az Endreihez kötöm. Endreihez kötjük, mint történelmi korszak. Jó, az úgy lehet, mert benne vagytok ebben a könyvben. Egy csomót benne vagytok a könyvben. Jó, én ezt értem, de most ez független a Jutkától. Én néha magamnak felteszem ezt a kérdést, és nem igazán tudok rá válaszolni. Hadd tegyek hozzá valamit ehhez, amit Jancsi mond, mert a bevezetődben hallottam, lehet, hogy hallottam egy olyan mondatot, hogy nem, én reagáltam rá, hogy együtt dolgoztunk a tévében. A tévében. Ez a régi tévé. Ez a régi a tévé. Tehát most már nem, ha nekem valaki azt mondja, hogy te láttad tegnap a tévében, én dübbe jövök. Melyik tévében? Uh-huh. Melyik tévében? Amikor azt mondják nekem, hogy én nem nézek tévét. Uh-huh. Tévét az ember nem néz, az egy csúnya vagy szép, bútordarab. Uh-huh. Műsorokat néz benne csatornákon. Uh-huh. Amikor azt mondtuk, hogy nézzük a tévét, akkor az egyértelmű volt. Ez az a régi tévé, tévé. Én azért hozzáteszek még valamit, szóval számomra a kérdés még mindig kérdés, mert itt nem csak arról volt szó, ez nem csak egy szemantikai fogalom, hogy hány tévé volt, hanem az is, hogy annak volt egy légköre, egy hangulata az így a dolgozóknak. Van. Vajon lehetséges-e ez a mai világban bármely? Hiszen tudod a választ. Én nem vagyok ebbe biztos. Én nekem volt egy, még én a 2000-ben dolgoztam egy tévében, ahol úgy éreztem, hogy akkor egy tévé volt, igen, ahol még tovább működik ez a hangulat. De az lehet, is már, bocsánat, de 18 éve volt. Annak már hova tovább? Hát, hát mondjuk 2006-ig eltartott, igen, már valóban. Ezt talán... nem tudod? Mondta, hogy 2000-es éve, kiszámoltam. Ennyire tudok jobban, aha, nem, de ennyire igen. Nem olyan bonyolult. Azt hiszem, hogy ennek a műsornak a szellemi színvonala elszakadt tőlem, nem fogom tudni követni, de most, hogy egy ilyen egyszerűbbet. De gondomat, nem? Értem, jó, igen, jó. Teljesen jogos a gondot, csak annyit a muszáj, ez egy intim információ, de hogy a Vágóéknál a WC-ben is van televízió. Volt, van egy. Már nincsen? Akkor tudod, én miért? Ott. Na, miért? Mert megszűntek az analóg adások. Aha. És a WC-be azért a kábelt már nem húztam be. Vicceket nem akarok hallani ezzel kapcsolatban. Nem, Isten őrizd. Jó, rendben van. De a kábel az egy rossz szó, de nem érdekes. De a helyzet az, hogy most már bármelyik helyiségben lehet, ha beviszed a mobilodat. Uh-huh. Igen, engem nagyon nehéz lenyűgözni technikailag és igen, tévével, de én most láttam az Egyesült Államokban egy olyat, amitől tényleg leesett az állam. Nevezetesen az egyik ismerősünk vett egy hűtőszekrényt. Uh-huh. Ez a nagy amerikai típusú hűtőszekrény, tudod, ami jeget csinál. Igen. És a másik ajtaja az egy képernyő. Uh-huh. Pillanat. De ki kell nyitni ahhoz, hogy ne, egy pillanat. Két ajtaja van. Képernyő. Két ajtaja van, ugye? Két ajtaja. Hát ez hozzátartozik. Tehát a frontálisan ajtaja, az egyik ajtaja, az képernyő. Frontálisan, igen. Most ezen a képernyőn látod, hogy mi van bent a hűtőszekrényben. Igen. Plusz látod azt, hogy mikor van a lejárata a tejnek, a fasírtnak, a nem tudom, micsoda. Plusz meg tudod bökni, hogy mennyi van még belőle. Plusz tudsz írni kézzel rá, vagy ujjal rá. Plusz
tudsz rajta egy kis sarokba tévét nézni. Én csak most mondom, hogy, hogy hova ment a dolog, de legjobb az, hogy nem kell kinyitni, hogy megnézni. De most évekig kísérleteztek azon, hogy nekem kinyit a ütőszekrény ajtót és benézni, szóval ez azért nem ez a kísérlet benne, de a szabatosság az egy jó pofa dolog végül is. Be lehet programozni. Ha két tejnél kevesebb van benne, akkor üvölt a hűtőszekrény. Fantasztikus van. Te, Márti, te mint háziasszony, mit szólsz? Ez háziasszony is? Annyira nem. Tehát én egy elég konzervatív típus vagyok. Jászos, ezt sosem mondtad. Ez nem nekem mondtam, új. Hát ilyen értelem. Igen. Tehát hogy nem. Nekem de most elárulom, nekünk tévénk sincs. Na de csak annyi, hogy hűtőszekrény van. De például televízió az már tudtuk, körülbelül 7 éve még nincs. Van. Ja, tényleg lehetne egy olyan hűtőszekrény, ami WC. Azt hiszem, ezt a témát kivecséztük. Igen. Igen. Ne haragudj, de... De szóval ez egy régi téma volt, igen, hogy igen. Nálunk sok tévé van sok helyiségben, akkor ezt zárjuk rövidre, és mondjuk azt, hogy ezek is a régi idők zenéi. Uh-huh. Tehát már az ember, ha nagyon érdekli, akkor előveszi a zsebéből a mobiliát, igen, és azon nézi azt az adást, amelyiket akarja. Igen. Elképesztő. Uh-huh. Eszembe jutott, most nem exkluzálom magam, de az elején azért akadtam el, hogy egy horvát, hogy mert Jancsit akartam mondani, és azért a bemutatkozásnál legalább azt mondom, hogy János, tehát így illik, ez nem baj, ugye, hogy ezért akadtam el. Most megint... Most ha azt mondom, hogy baj, akkor mi van? Semmi, csak próbálom egy kicsit mosni magam, igen. De... Jöjjön az, amire én nagyon várok, hogy te nagy király voltál már akkor a televízióban, hiszen az első riporter keresleteket megnyerted, óriási műsoraid voltak, mindenki figyelte a külföldi, belföldi riportjainat, ilyen többnapos műsoroknak voltál a műsorvezetője. Most nem teszem hozzá, az Endre Judit az egy nagy párod volt ezekben a műsorokban, és nagyon imád téged, de azt, hogy te hogy apercipiáltad, hogy értékelted a Vágó Pistát, amikor megjelent? Tehát furcsa fordulatot. Nem nyert a riporter keresletiket. Kezdjük a legfurcsább részénél a történetnek. Az én feleségemnek az első udvarlóját, azt úgy hívták, hogy Vágó Pista. De az ő volt? Ő Vágó Pista? Én úgy emlékszem, igen. Ő is úgy emlékszik, akkor mindketten úgy emlékeznek. Igen. Nem tudtad? Nem, na, nem tudtam. Kész. Hát akkor nem ismertelek volna, hogy meghívni benneteket. Igen? Tehát én tudtam, hogy ő ki. Ugye aztán azt is tudtam, hogy volt a magyar... Na de bocsánat, hogy azért mit mondott a nejed róla? Tehát ezt talán merészletezzük. Jó? De azt még hozzáteszem, hogy én annak idején, mikor akkor már úgy megvolt, Kubában voltam, ösztöndíjas, stb. Volt egy szelete a magyar értelmiségnek, amit én nagyon becsültem. Ezek a külkereskedők voltak. Uh-huh. És a külkereskedőkön belül is nagyon becsültem azokat, akik gyógyszerrel foglalkoztak. Ez a Pista volt többek között, nem? De, igen. És ez mind a mai napig, ez most nem gúnyolódom egyébként, ez egy halálkomoly dolog, az egy olyan nívós csapat volt. Most hirtelen Medimpexesek. Medimpexes társulat. Az egy olyan nívós csapat volt, hogy onnan rossz nem kerülhetett ki. Mm. Tehát én tulajdonképpen majdhogy nem ilyen bevezetőkkel fogadtam a Pistát, mikor megismerkedtünk a televízióban. De nem azzal, hogy miért nem maradtál ott, mert az egy jó csapat, hanem hogy welcome. Welcome-mal tulajdonképpen, hiszen én egy kicsit a saját, ezt tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, szerelem gyermekemnek tekintettem ugye a riporter kerestetiket, mert az elsőben én alapító atya voltam, igen. És onnan kezdve mindenkit, aki abban jött, úgy gondoltam, hogy azt illő tisztelettel fogadom, mert hiszen én is azt vártam, hogy engem is úgy fogadjanak. Hm. És ugye ennek a vetélkedőnek volt egy nagy előnye, nevezetesen, hogy aki így módon lett képernyőképes, azokról nem feltételezték, hogy a pártbizottság tolta be a televízióba, vagy a nagybátyja ilyen volt, vagy olyan volt, hanem tényleg megmérettetett. Bocsánat, hogy egy kicsit privatizálok, hogy nyugtatottam a Pistát, hogy én jobb eredményt értem el a riporter kerestetikben, mint ő, de azt mondta, hogy nincsenek ilyen görcsei, sőt azt mondta, hogy az én riporter kerestetikem az sokkal gyengébb csapat volt. Ugye? Ezt én nem mondtam. Nem mondtad? Akkor csak utaltál rá. Én azt mondtam, hogy az első eresztés, ami a Jancsié volt, igen. Az remek embereket adott.
Én szerintem... És a második is, az a Feledi volt a második. És mi a harmadikok voltunk. Uh-huh. Az nagyon érdekes, hogy a Riporter Kerestetiknek a szociológiai összetétele, az minden alkalommal más és más volt, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Ti voltatok talán a tanárok. Márti, gyere, kimegyünk, ugye? Kávézunk egyet, jó, itt a tudom. Nem, de ez fog benneteket érdekelni. Ezek voltak, ez egy tanárgeneráció. A másodikra nem nagyon emlékszem, mi voltunk a mérnökök. A másodikra jogászok voltak, igen. Ugye, aki megnyerte ezt a pukta... Ezt miért csináltad így, hogy jogászok? Ez ilyen, vagy rosszul értelmeztem? Hát például a Feledi is jogász. Igen, de egy kicsit olyan dehonestálóan mondtad, hogy jogász vagy, akkor félreértettem. Nem biztos. De csak azért, én is jogász szóval vagyok, nálunk, és nálunk akkor kikérem magunknak. Bocsánat, nálunk, a lányom is jogász. Nálunk, aki nyert, a Puh Tamás mérnök. Aki igazán ugye maradandó lett, és ezt szomorú szívvel mondom, Déri Jancsi, mérnök volt. Ő a harmadik lett, ugye? Azt hiszem, szerintem negyedik. Negyedik. Uh-huh. Én, aki nyolcadik körül végeztem, nem tudom, nem emlékszem pontosan, komolyan mondom, én magam is mérnök vagyok, és még voltak néhányan. Tehát ez egy mérnök csapat volt. És akik utánunk jöttek, nem tudom. Uh-huh. Most már gyengébb volt. Tehát... Nem, ez mindig jellemző, hogy a, hogy a Riporter Kerestetik melyik rétegből emel magához jelentkezőket. Igen, ez érdekes. Nálunk úgy volt, hogy az első 4-5-ben mondjuk... Te hányadik eresztés volt? Én a 82-es. A hányadik volt? 82. Nem tudom, hát az ötödik, vagy nem tudom. Igen? Hát ötödik. Nem, ott úgy volt, hogy ugyanannyi humán, mint amennyi mérnök. De voltak ott is mérnökök. De az az érdekes, hogy a mérnökök eltűntek. Igen, tehát hiába értek el jó eredményt, azok eltűntek. Nálunk az igazán mondja, nyomot hagyó egyéniségek, azok mérnökök voltak. Van egy nagyon kedves szerződ, úgy hívják, hogy Sütő Péter. Még egyszer? Sütő Péter. Nem is. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy elkövetett egy könyvet, 20 éves ez a könyv, és ebben ti benne vagytok a Mártival. Igen, emléksz, nekem megvan. És onnan olyan ismerős ez a név. De várjál, az a lényeg, hogy itt van egy ilyen jópofizás a Mártinak, amit megkértem, hogy mondja el, mert nem emlékeztem, de te sem emlékeztél most, hogy mi az a forizás. Ez egy nagyon komoly... Eszembe jutott, mert a Mártának ez egy olyan száma volt, magánszáma volt, igen, amivel szerintem engem levett a lábamról rögtön. Aha. Így van ez, hogy a igazság kétszer, hogy a Pista főgyűjt a foriba, a diszkóba, ahol mi táncolni szokunk. Hadd mondja ő. Ja, de, szóval azért ez nem olyan régen elég gyakoroltam régen, én ezt már. Egy kicsit. Jaj, nem, hozzam, majd ha jön, akkor jó. Igen. Jó. Tehát ez így a felvételek szünetében, igen, amikor volt egy kis pauza, akkor volt, hogy azt mondta nekem az István, na fiam, akkor forizzál egy kicsit. Tehát ez ilyen diszkóba járó libának a dumája. Igen, de azért az a Szurdi Mikit is említsük itt meg, ő volt a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója, nekem tanárom, és talán ő nevezte ezt el forizásnak. Igen. Amikor ez így először kibukott belőlem, tehát nekem a színházba is kellett foriznom, vagy hát kellett, hogy a helyzet milyen kicsi olyan, a világ, bocsánat, muszáj mondanom. Jaj, kicike, mert dumáljál már annyit, édesem. Hát most már kicsit kapjad össze itted magadat itt a televíziós műsorban, mert mindjárt kiraknak innen apukám. Figyelj. Ja, és azért azt elmondanám, hogy ezt a kis rucit itt vettem ám a Váci utcába, és akkor tök jó, és akkor ebben mehet. De az a helyzet, hogy most már kellene Karira egy újabb, ami mondjuk arany szegélyű, és ja, és hát most tök ciki, úgy akartam ide jönni, hogy a műkörmöshöz elmegyek, de ebben a karácsonyi ízé felfordulásban, és nem tudtam felrakatni a műkörmöket, úgyhogy tökre ki vagyok borul. Na jó, mindegy. Rendben, nagyon a szóhoz jutni tőletek egyébként, de most akkor jó. Stand-upos csapatot színi, de nem tudom, hogy miért. Tehát itt milliók nézzék ezt a dolgot, én szerintem ebben egyetértünk. Ki tudom, valaki csak erre a fél percre kapcsolódik. Na most figyelj! Megőrül. Na jó, ti mind a ketten riporterek is vagytok, mondjátok, hogy mit kérdezzünk most. Na jó, hát ilyen nincs. Ez az, hogy menjen a pult mögé és vágjon magának szalámát. Ja, már mint, hogy a pincér. Mert a témád egyébként jó, tehát engem izgatott a téma. Régi idők televíziója. Uh-huh. Én nekem van egy állandó mondatom, azt szívesen elmondom, amivel jellemzem az akkori és a jelenlegi televízió sokhoz fűződő nézői viszonyt. Uh-huh.
talán már ti hallottátok tőlem. Minket szerettek. A jelenlegieket gyűlölik. Imádtak minket szeretni. Nem, ez a jelenlegieket nem. Imádják gyűlölni. Nincs olyan televíziós szereplő ma, akiről, ha megjelenik egy cikk a bulvár sajtóban, és lehet kommentelni, hogy ne árasztaná el ezeket a cikkeket az ezt a szereplőt gyalázó, utáló kommentek sorra. Lehet, hogy a 70-es években lehetett volna ugyanígy kommentelni. Te sose kaptál még névtelen levelet a 70-es években? Jóval kevesebbet, mint most kommentelni. Erről vagyok. Tehát meg lehetett csinálni. Engem is megtaláltak névtelen levelek. Hát hogyne? Igen. Hát hogyne? Tehát ott is szabad volt a pálya a gyűlöletre, de általában az volt a tapasztalatunk, hogy minket kedveltek. Hát ott voltunk a lakásukban, majdnem ilyen félszemélyes ismerősként kedveltek. Ma, nem magamról beszélünk, de az én pályám egy picit eltért a klasszikustól, tehát mondjuk lenne indok egyéb, hogy én ilyen kritikai megjegyzéseket kapjak, de ebben most nem megyünk bele. De mégis az a tapasztalatom, és nem magamról beszélek, hogy a jelenlegi televíziós szereplők, ha megjelennek a nyilvánosságban, és ott reagálni lehet, ott általában gyűlölködő mondatok jelennek meg, és ez egy borzasztó fejlemény. Ez egy nagyon nagy... Hát én nem tudom, mert én megmondom őszintén, hogy én nem tudom ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, ahogy a nagyszerű szóvivőségi dumák hangzanak, de én nem találkoztam ilyen fajta töménygyűlölettel, cikizéssel találkoztam, tehát nem tudom, én nekem sokkal nagyobb problémám... Én nekem nem. Hát akkor miről beszélsz? De, bocsánat, de még egy mondatot engedj meg, hogy én nekem sokkal nagyobb problémám az, hogy én azt a kedvenc sütő hasonlatomat szoktam használni, hogy tulajdonképpen úgy kéne mérni minden szakmát, hogyha mondjuk sebész lenne az illető, akkor hajlandó lennék-e elmenni hozzá egy vakbélműtétre. Ezt most nem értem, hogy jön ide. Te érted? Tehát, hogy olyan szinten, csak szörnyűek vagytok, mindegy, szóval látod, kérem, hogy segítsen, és akkor erre betol vissza a vízre. Jobban jársz. De a Márta akart valamit. Tudom, mindjárt fog mondani. Próbálok kikeveredni ebből, de feladom. Tessék már, hogy maradjon, te jössz korrekt. Ezt is akartam mondani most, hogy... Visszatérve a 90-es évekre, amikor nyilván én is heti ötször voltam a műsor kapcsán adásban, és nagyon sok újságíró keresett meg, és címlapokon voltunk, akkor ez úgy működött, hogy felhívott az újságíró, elmondta, bemutatkozott a nevét, kért egy időpontot, és elmentünk egy adott kávézóba, leültünk, interjút készítettek. Bizony. Ma már, ugye ezt most nem tudom, nem akarom a műsoridőt rabolni, tudjuk, hogy Istenem. Ha készülnek, és egyáltalán interjúk, hogy azok hogy működnek. Elmondok néhány variációt. Átküldenek e-mailen kérdéseket, és ki kell töltenem. Kapok 8 kérdést, és én írom meg. Ha megírom, ha van, ha ez kedvem. Vagy pedig felhív egy ismerősöm, majd rábukkanok a Facebookon, hogy ja, megjelent rólad egy cikk. Rólam? Hol? Mi? Ki? Micsoda? És ma az a legfontosabb, vagy a legérdekesebb, nyilván ez akkor is érdekes volt, én nem akarok itt károgni, mint egy retro volt televíziós, de az a legérdekesebb téma, hogy most ennyi idős, és most hogy néz ki, és ennyi öregedett, és ott, tehát hogy azért akkor voltak értékes cikkek egy újságban az adott média szereplőről, és voltak egyéniségek, azok, akik már vagy nincsenek képernyőn, vagy meghaltak, és én nem akarom Isten őriz bírálni meg a mai televíziózás, de és nem is akarok neveket mondani, de ha talán ötöt összetudnék szedni, akit azt mondom, hogy bár nincs televízióm, de megnézem az interneten, és rákeresek a műsorra, mert nem érdek. Na most itt van egy olyan témakör, amit úgy konkrétan nem akarnék belemenni, nem akarom érinteni, tehát nem akarnék politizálni, de a
Jancsinak a véleményére nagyon kíváncsi vagyok, hogy az, hogy belerohant a Pista a politikába, arról neked mi a véleményed? Tehát szóval, hogy egy ilyen jeles, neves televíziós belerohan a politikába, ahol tulajdonképpen, hát tudod, csak veszteni lehet sokszor abból a mínuszból, ami megvolt. Ez azért egy fura dolog, mert én most egy olyat fogok mondani, amit én még a Pistának nem mondtam egyébként, hogy, és másnak se ezzel az üggyel kapcsolatban. Ugye, hogy mikor én elkezdtem televíziózni, ez nagyon régen volt, és aztán én belekeveredtem a belpolitikai műsorokba, Hét, stb. És ott, ha nem is az ország első embereivel, de politikusokkal csináltunk riportot. És a Pistában, aki ugye mindig szórakoztató műsorokat csinált, mindig éreztem egy olyan vágyat, hogy tulajdonképpen nagyon szeretne ezekkel riportokat csinálni, és ez abszolút logikus volt. És az volt számomra majdnem, hogy törvényszerű betetőzése volt az ő kvázi kívülállásának, hogy egyszer csak azt mondta, hogy rendben van, akkor most váltok. Uh-huh. És beleszállt ebbe a dologba, amit politikának hívnak. Uh-huh. Én ezt el tudom fogadni egyébként egy esetben. Uh-huh. Ha valaki a továbbiakban nem riporter. Uh-huh. Tehát vagy ez, vagy az. És ezért mondom, hogy nekem ezzel kapcsolatban semmi bajom nincs. De helyes, amit a Jancsi mond. Én ezt úgy szoktam fogalmazni. Boldog Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy életem eddigi szakaszáig én kérdeztem, onnantól engem kérdeznek. Ez nagyon érdekes. És körülbelül 2010 óta én nem tettem fel kérdést. Igen, szóval volt egy válasz, én láttam a választópontokat, pontot, amikor egyszer csak elege lett abból, be azt mondta, hogy ennyit én is tudnék, valahhoz, hogy így mehetett le az agyába. Tulajdonképpen, amiről beszéltek, egy pici sportszerűtlen, illetve Magyarországon létezhet ilyen megközelítés, mert alapvetően a politikába nem politikusok mennek bele. Volt már az Egyesült Államoknak színész elnöke, most van egy telek, mit tudom én. Bocsánatot kérek, a magyar politikai vezetés nagy része életében nem dolgozott semmit, csak politikával foglalkozott. Így van. Ez a nem politizálunk című műsor. Abszolút nem ez a politizálás. Értem. Megmutassa, mi a politizálás? Nem mutass meg, hogy mi a politizálás. Csak igen. Ez nagyon fontos. Elfelejtettem. Parancsolj. Fontosat elfelejtesz, és igen, a szakálladat itt megsimítod. Na jó, akkor jusson ezzel szóval, be. Szóval igen? Azt akarom mondani, hogy akik képzett politikusok, azokat általában úgy hívják, hogy politológusok. Őket képzik politikából. A legritkább esetben lesznek belőlük politikusok. Jó, de hát én akkor rögtön visszavágnék a József Attilával, hogy költő vagyok, miért érdekelne hát a költészet maga. Tehát szerintem sem ez a szakma, sem a politika. Igen, kár, hogy nem én írtam. Tehát ez nem olyan, amit... Nem, de ma holnaptól te jutott. Figyelj, igen. Itt van egy könyv. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy összezavarsz teljesen, de ez állatira nehéz különben így, de nem érdekes, nem panaszkodom, mert végül is magad ilyen nagyságok mellett. Igen. De már tudod, amikor elkezdek valakit, és ilyen tiszta, kristálytiszta úton elindulok, és utána egy ilyen nagy vihar, és azt tudom, hogy hol vagyok. Te tudtad elő, gyerek? De nem érdekes. Tudtad előre. Tehát az a lényeg, hogy igazából én egyáltalán nem tartom azt egy jogos feltételezésnek, hogy politológiai végzettsége legyen, mert ez olyan, mintha én a zene esztétát akarnám, hogy zeneszerző legyen. Tehát szerintem teljesen más, és nekem meggyőződésem, hogy ezeket a dolgokat ugyanúgy, ahogy a színészetet, Márti, erősítsél meg, nem lehet úgy megtanulni, hogyha te akármennyit tanulsz, attól még lesz baromi rossz színész, nem? És lehetsz egyből egész jó, szóval... Szabad nekem is kérdeznem egyet? Nem, előbb még én elmondom. Ja, azt hittem elmondtad. Veled kapcsolatban el. Elmondtad még el? Most akartam erre reagálni, de nem pontosan értettem, hogy mit jó, akkor mindent fogtok érteni, most én... Jó, akkor játsszuk azt, hogy én egy ilyen galád despota vagyok. Tehát az, hogy a Pistánál... Jó, azt... nem jó figura? Jó. Igen. Én fedeztem fel. Na jó, oké, most azt nem akarom mondani, hogy megharagszom, hogy politizál, ahelyett, hogy jó műsorokat csináltunk volna mégis. Nem kell neked erre reagálni. De nem kellenek azok a műsorok. De én meg azért annyit hozzáteszek, hogy az tiszteletre méltó, hogy nem egy győztes csapathoz tutira szerződött. Tehát az mindenképpen tiszteletre méltó.
Ebben a feltételezés is. Jó, nem, de ez mindenképpen tiszteletreméltó, a többit azt megtartja az ember magának, de hát ez egy rendkívül kockázatos dolog. Szóval szabad nekem is kérdeznem egyet? Persze, parancsolj. A nagykövetség. Mármint, hogy a János kubai nagykövet volt, igen, igen. Horváth János kubai az nagykövet. Az egy politizáló szakma? Nem. Nem. Ha nem? Nem. Semmi, ez egy postás. Ez most halál komolyan. Én is lennék postás kubai. Vállaljuk? Sose voltam Kubába. És nagyon szeretek utazni. Sok a kóbor kutya. Jaj, összeszedem őket. De az olyan értelemben postás, hogy te nem magad alakítod a politikát. Te kapsz itthonról egy megbízást, azt teljesíted, ha ott valami valakinek nem tetszik, azt elmondja neked, és te továbbítod. Valamint és nem oldasz meg egyedül semmit? A legritkább esetben. Nem? A legritkább esetben. Emberi problémákat igen, de politikai értem, problémákat igen. Nem. Politikaiakat? Nem. Nem. Tehát ha van egy surlódás a két ország között, ugye ez az alapeset. Akkor maximum arra lehetek alkalmas, és talán ezt csináltam, hogy ne legyen abból a surlódásból ütközés. Tehát próbálom csitítani, de még egyszer mondom, a nagykövet az nem maga alakítja a politikát. Ő egy, nem tudok jobb szót mondani, tudom, hogy sokaknak ez nem tetszik, ez egy postás. Követ. Követ, igen, igen, igen. És az, hogy protokolláris, azt is lehet mondani, vagy az nem annyira, mint postás? Hogy protokolláris a mi dolga van? Igen, igen. Hogy hát el vannak szabályok, de ezek megtanulhatók. Hmm. Tehát, hogyan kell egy fogadáson, hogy nagyjából viselkedni meg. Mikor engem először behívtak, akkor nem volt túl jó a viszony a két ország között. Most se olyan nagyon jó, de van. Behívtak a kubai külügybe, és eszelősen leteremtettek. Hmm. Ugye ez van a világban, hogy azt olvasod az újságban, hogy magához hivatta. Berendelték. Berendelték. Igen. Szóval ez a szó, hogy berendelték a nagykövetet. Ez egy konkrét ügy volt, amit a kubaiak rossz néven vettek a magyaroktól, akkor mi befogadtunk 28 kubai menekültet. De más dolog, hogy nekem mi volt a véleményem arról, hogy volt-e értelme befogadni azt a 28 menekültet. Októberben nekem volt egy fogadásom, hogy januárra már egy se lesz itt. Ez történt egyébként, ez egy más dolog. De a kubaiak ezt borzasztó rossz néven vettek, és berendeltek. És akkor ültem a kocsiba, ki kellett tűznünk az ászlót, mert ez egy hivatalos ügy, ugye, be vagyunk rendelve, mentünk a kubai külügy felé, ami pontosan három sarokra volt, és akkor közben azon gondolkoztam, hogy fene hegye meg, most nekem mit kell csinálni, ha engem itt letolnak. És akkor, ahogy az a nagykönyvben ugye benne van, szőnyeg egyik vége állt az illetékes főosztályvezetője, másik végén állt, de dörgedelem. Nem a miniszter, hanem egy főosztályvezető. Nem, mert minél jobban meg akarnak alázni, annál lejjebb. És indulatosan beszélt veled? Nem különösebben, mert az előtte való... Ez ő is tudja a szereposztás, hogy nem ő, veled az előtte való, és te én adtam a gyerekének gyógyszert, hogy miért kiabáljon vele. Igen. Pontosan tudja mindenki a szereposztást, és akkor ő átad nekem egy szóbeli jegyzéket. Nótverbál. Úgy hívják, hogy nótverbál, mert a világ legnagyobb marhasága. Igen. Ugyanis a nótverbálnak nincs címzettje. Valamint semmilyen nincs, aláírása sincs. Három fejezet, három bekezdésből áll. Első bekezdés, ezen esetben a kubai köztársaság külügyminiszterem nagy tisztelettel üdvözli a magyar köztársaság külügyminisztériumát, és tudatni szeretné vele a következőket. Második bekezdés, rohadjatok meg, és elmondja, hogy mi a beja. Nagyra becsülése. Harmadik, mert ez egy nagyra becsülése, mert hagy fejezem ki újra. De ha én írtam ilyet, én is ilyet írtam, hogyha volt valamilyen problémánk. Visszatérve a dologra, ő átadta a levelet, nekem közben járt az agyam, és akkor meg becsapott a felismerés, azt én olvastam, továbbítani fogom a kormányomnak. Beszéljünk arról, hogy a Márti milyen szerepeket játszik, és hol. Ez egy váratlan fordulat. Mint színművésznő, jó? Én az új színházban játszom, idestóban már 7 éve. Jelenleg a Csongor és Tündében. De nem a Tündét játszod, én meg voltam. Hanem a Mirigyet. Nem a Mirigyet, akkor nem látom. Ez a Gregor Berni. Ja, a Gregor Berni, a Mirigy, én a Ledér vagyok. Ja, Ledér, bocsánat. Ki osztotta rád ezt a szerepet? Nem, akkor ezt... Pontosabban úgy történt, csak röviden, hogy a Esztergályos Cili művésznő volt a próbákon a Mirigy,
és a Berni volt a ledér. Uh-huh. De akkor a Cirinek egy műtét, hirtelen egy műtétre kellett mennie, és akkor megszakította a próba folyamatokat, és ez a csere történt. A Berniből lett a Mirigy, egy nagyon érdekes koncepcióváltás, igen, és én lettem a ledér. Uh-huh. Aztán van tudtam. Egy gyerekdarab, az Országjáró Mátyás király, ami már 5 éve megy, a 102. harmadik előadásnál jár. Még a Helyei László kezdte a Mátyás királyt, most már az igazgató Dörner György játsza. Az előző műsoromban itt volt egy bábú, és azon rajta volt a Mátyás király tölgyfa levél. Hát hogy nem, mert az Anna Mari csinálta csodálatos jelmezeket, gyönyörűeket csinált. Illetve a Csiszár Imre rendezte Kegyelmes asszony portréjában látszom, ahol... Játszom, ahol Csurka Laci bácsi felesége vagyok, Csurka Laci bácsi 82 éves, tehát remekül mutatunk együtt. Jelenleg ez a repertoár. És a többi színházi ügyed az most nincsen? Hát a többi színházi ügyem nincsen. Székesfehérvár régen. Jó dolgod volt. Akkor ott jó dolgom igen, volt, igen. Hát igen. Egyrészt egy vidéki színházban ugye mindent kell, tehát ami nekem nagyon hiányzik, nagyon hiányoznak a musicalek, igen, operettek, nem, de nagyon szerettem operettet játszani. De a zenés darabok azért nagyon hiányoznak az életemből. Hát ezeket a fellépéseken igyekszem kiadni magamból. És lovazol, nagyon lovazol. És hát őt, igen, nekem egy másik álmunkat valóra váltottuk a férjemmel, Ács Bálinttal. Van egy élményfarmunk, ahol lovak, saját lovaink vannak. Bocsánat, csak az Ács Bálintról annyit nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy volt ez a Shy Guy együttes, és annak az egyik állampasi a tessék? Shy Guys. Shy Guys, bocsánat. Shy Guys, igen, mert többen voltak, és ezért többes igen, szám. Igen. Figyeled az angolomat, Pista? Nem, igen? Csak az, hogy mint hogyha nekem magyarázat, miközben a Shy Guysnak vagy mi voltunk az előző zenekara, én onnan ismerem a Bálintot, vagy pedig ők énekeltek előttünk, igen, mert nekem van egy rock múltam is, nem tudom, hogy tudod, de lehet, hogy azt kellett volna. A favágó? Favágó? Favágó, lehet, hogy igen, azt igen, kellett igen, volna. És mi van igen, a favágóval egyébként? Nem, az már így nincs. Igen? Új együttes, új dalok. Neked milyen hobbid van, légy szívesen? Nekem hobbid nincs, de ha a művészeti életemet és előéletemet kérdezed... Azt tudom, akkor... hogy fordítottál remek darabokat, igen? Hát az nem. Én színész is voltam, még na, pedig tetszik. Nem tudtátok? Nem. Na, akkor kezdjük az elején. Na. Mond ez a film valakinek, Jean Gabennel a főszerepben, hogy nyomorultak valamit? Hát hogy? A Gavros, a kis utca gyerek, az az én voltam a magyar hangja. Óriási... Nem mond! De... Tényleg? Tényleg, óriási karrier előtt álltam, de mutálni ki kezdtem. Volt a Jean Gaben magyar hangja, ki volt abban? Nem emlékszem. A kisebb szerepek. És te voltál a magyar hangja a Gavrosnak? Megnézem megint. Hát az egy klasszikus. A film. Velem együtt. Veled együtt, igen. A te tetted azzal. És ott félbe hagytad akkor a színművészeti karriert? Egy pillanat, de hogy hagytam félbe, csak mutáltam, és a szinkron oldalamat félbe hagytam. Majd én mielőtt a riporterkeresetik elkezdődött, majd mikor volt közben, erről egyébként nem nagyon, tényleg nagyon keveset beszélek, akkor volt az egyetemi színpadon egy borzasztó erős társulat. Igen. Egy borzasztó, két borzasztó, de igazából egyéb borzasztó erős rendezővel, a Rusz Jóskával, ha még erre a névre valaki emlékszik, aki azt hiszem Magyarország legnagyobb rendezője volt. A színész hatalmasságok, azok ugye a Fodor, Jordán, Sólyom Kati. Én a Ruszról csináltam egy portréfilmet. Adam is Anna segítségével, vagy, igen, vagy vele. Igen. Te nem kerültél abban a szóban, nem emlékszel erre? Én a filmre azért nem emlékszem, mert én az első évben, tehát 64-65-ben játsztam komolyabb szerepeket. Igen. Először is én voltam Pompeius a csapos a Szeged Szeggelben, ami egy komoly szerep egyébként. Borhért ajtón kívül én voltam az Elba magyar hangja, bennültem a sugójukba, utánam Gobbi Hilda játszta ezt a szerepet. És volt még egy a Raszin pereskedőkben, azt hiszem, ott egy néma játékot játszott. Micsoda? Raszint játszottatok? Igen. Miért? Hát az borzalmas lehetett. De mi ketten... Hát a Raszin elviselhetett. Mi ketten az elején csináltunk egy néma játékot. Ugye? Kis Elemér nevű emberrel, aki később a miniszterelnökségnek a titkára lett, és aztán jött a riporter kerestetik, és akkor az a színészet abban maradt. Na hát akkor most én jövök. Na. Én pedig irodalmi színpaddal léptem fel, aki mit tudom. 1963-64-ben én adtam Rómeót. Nem.
De igen, Szilágyi Erzsébet gimnazista. És ki volt a Júlia? Ki volt a Júlia? Ő azóta Havas Judit néven egy kitűnő előadóművész. Ő volt a Júlia, igen. És egy kicsit bele is zuhantál a Havas Juditba? Nem válaszolok. Csak 50 éves történetek. Igen, épp az jutott eszem, hogy valószínű, hogy nektek már ingyen van a villamosbérlet, ugye? Ez fájt. Az az igazság, hogy én akkor töltöttem be ezt a korszakot, amikor Kubában voltam kint, mikor már ingyen. És nem tudtál ingyen villamos hozni? És akkor ott villamos én. Igen. És akkor, mikor hazajöttem, akkor mereven szembeszegültem ezzel, és vettem a jegyeket. Szegény barátom. Már pedig már elmúltam 65, igen, tudod? És akkor egyszer nem vettem jegyet, és jött a ellenőr, és aztán hát akkor előveszem a személyemet, azt megmondom. Nem kérte. Rám nézett, és tovább ment, és utána akartam rohanni, hogy hé. Miért nem igazolod? Igen. Sajnos jó szemük van. Jó szemük. Az ellenőröknek? Igen. Te utazol villamoson vagy buszon? Hát hogyne. Ne hülyeskedj. Hát miért ne? Ide most hogy jöttél? Busza jöttél? Hát vonallal jövök. Ja, akkor egy bocsánatot busza. Kérek. Akkor egy busza és kellemes séta. Igen? Azt tudod, az én koromban már kell. És a buszon nem találnak meg téged, hogy vágó úr egy autogramot adjon, vagy hogy hogy van, szóval nem beszélgetnek veled? Másról beszélgetnek vele. Politika, uh-huh, a mostani funkciója szerintem. Uh-huh. Az érdekes dolog, hogy attól, hogy oda jönnek hozzám, mert uh-huh, azért még felismernek. Illetve hát aki felismer, az onnan ismer fel, hogy azért én néha szerepelek a képernyőn egy másik de szerepben. De nem onnan ismer fel, tudod, te ugyanolyan a fizikuskányos, mint 20 évvel ezelőtt szerintem, minden. Igen. Aki oda jön, az általában nagyon barátságos. Uh-huh. Aki nem barátságos van, az meg nem jön oda. Uh-huh. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki elmegy mellettem és oda sziszegi. Olyan is volt, hogy te hazaárul, te bitang hazaáruló, ilyet mondanak. Ilyen van. Egyszer neked, volt. Hogyha lenne egy tanácsra lehetőséget, hogy a Pistának mondj egy tanácsot, akkor mit tanácsolnál? Én mindenkinek a Hofi tanácsát mondom el. A Hofinak volt ez az alappoénja. Van egy másik is, a Rádai, előbb elmondom a Hofit. Horváth úr, de régen láttam. Erre azt mondom, hogy régen én is láttam. És akkor, de ez Hofi poén egyébként, hogy nem akarom el. Vagy azt nem csak úgy, hogy régen én is, és akkor, igen. A Rádai papájának, tehát a híres színművésznek. Tehát a Rádai Imrének? A Rádai Imrének, meg az volt az alaptörténete. Ugye ő volt a 30-as évek nagy férfi szépsége, zsamorózója. És akkor 80 éves korában sétálgatott a belvárosba, vagy valahol, és oda mentek hasonlókorú hölgyek, és oda, művész úr, ha magad tudná, hogy én milyen szerelmes voltam magába. És az öreg Rádai mindig azt mondta, igen, miért nem jött akkor, most menjen innen. És neked egyébként, ugye, televízió, sporttévé, póker közvetítés, imádom a póker közvetítéseket. Most lesz megint. Most lesz megint, és hogy a kordával? Hát másképp nem megy, mert én ehhez kevés vagyok. És ezt most komolyan mondom. Uh-huh. Hát a Gyuri ő viszi a műsort a hátán. De ő tényleg ilyen kártyazseni egyébként? Nem, csak jól adja elő a figurát. Bocsánat, én muszáj mondanom, de. De? Ő egy kártyazseni. Igen. Én találkoztam vele, volt valamilyen újságíró, média találkozó, és lehívták őt és kedves feleségét, hogy valamit csináljon, de vagy a pókerrel volt, kapcsolatban. És akkor én mondtam Klárinak, hogy de hát miért nem játszik a Gyuri? Hát azt élvezni a közönség, ha játsza. És ha nem jó, mert akkor mindig nyer, ő mindig nyer, uh-huh, és akkor nem fogják szeretni. És addig-addig noszogatták, ha jól emlékszem, míg a Gyuri tényleg leült velünk kártyázni, én nem pókerezek. És mindenkit megvert. Ez hihetetlen a pali. A trükkjét, de nem akarok én belső dolgokat. Cinkeltek a lapok. Nem. Néha a Gyurinál nagy ritkán összejön egy-egy pókercsata, uh-huh, amire ő meghívja, most neveket fogok mondani, nem biztos, hogy mindenkit ismertek, Csocseszt, uh-huh, Bódi Gusztit, mondjam még? Igen, körből sejtem a... És a Gyuri azzal nyer, hogy a többiek elkezdenek vagánykodni. Uh-huh.
És a Gyuri úgynevezett feszes játékos, ami azt jelenti, hogy jó lappal bemegy egyébként, meg nem megy be. Amikor a Pista mondta, hogy ő egy kártyazseni, abból a szempontból a Gyuri nagyon jó, hogy évekre visszamenőleg emlékszik partikra. Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen, de... Igen, szóval az én válaszom az, hogy igen, ő igen. Nagyszerű. Ő ebben nagyszerű. Tehát tudja, hogy ki mit reagál, mire, és akkor úgy... Hát valószínűleg Márti, ehhez sok minden kell. Póker mennyire érdekel téged? Hát egyszer volt a póker egy nagyon kínos történetem, ha most már ide vág. Évekkel ezelőtt meghívtak minket egy rendezvényre, azt hiszem Hévízre, és lementünk a Bálinttal. Én a férjem tudja rólam, hogy én egyáltalán nem tudok pókerezni, a kártyajátékok távol állnak tőlem, de olyan volt a szituáció, hogy minket oda leültet, muszáj volt pókerezni. És másik asztalnál ült a Bálint, és hát így néztem rá, hogy most tehát, hogy fogalmam sincs, tehát egyáltalán. De ott játszani kellett, hát én úgy csináltam, mint aki tud, és figyeltem ki, mit csinál, és raktam, és láttam, hogy ezek így néznek. Hát raktam, én még megcsináltam. Hát az a lényeg, hogy úgy megnyertem. Aha. Tehát így sorakoztak eltem a zsetonok, és az emberek igen. Annyira ide, és döngették föl, hogy ezt igen. Hogy. Ezt úgy mondják, hogy a szűzkéz. De szakadt rólam a víz, iszonyú kellemetlen volt, és akkor utána valahogy felálltam hanyag eleganciával. És elmentem, de soha többet. Tehát fogalmam sem volt, hogy mit csináltam. Én azt jól láttam. De látom, nagyon kínos volt. Láttam egy Vígszínházi műsort. Hogy ott te pókeresztél ott a színház aulájában, azt jól láttam? Jaj, azt én is láttam. Azt láttam. Hát ugye ez a műsor, ez egy... A Lénárd papíról. Papíról, meg a Lázár Egonról, aki közben szegény meghalt, hogy ez a két 90-valahány éves ember hogy barát és miként barát, igen. És ők szoktak együtt pókerezni, volt, amíg az Egon meghalt. Azt mondta, hogy a Lázár Egon, hogy a Lázár Egon meghalt, azt mondta. Igen, most mondta, hogy aki az sajnos azóta meghalt. Jó. És valahogy én, és egyszer elhívtak, hogy volna-e kedvem velük játszani, és akkor beszálltam, és az azóta is tart egyébként, néha hétfőnként beszállok, és akkor elég jól elszórakozunk. Én nem vagyok egy jó játékos egyébként, meg ehhez fenék is kell, ha az ember pókerezik, és nem tudok jól blöffölni, az is kéne, hogy az ember jól játszon. Hát a szóval kedvemért ezt csináljátok meg, hogy a Mártival, a Pistával, meg a Kordával leültök négyesben. Én ugyan akkor, nem. Te akkor nem, akkor te közvetítenéd. Na most eljutottunk oda, hogy a Pista ugyan nem, a Márta nem tud pókerezni. Én tudok egyébként, tehát én az elméletében abszolút tisztában vagyok a játéknak. A Foriscsaj szíves előtt. De most már elmondtam, hogy én nem tudom. Megveri a Kordát is. Hogy mennyire jelen van az Endre Judit. Van egy ilyen vicc, hogy a Krupszkája együtt van valakivel egy képen szexuálisan, és az nyeri meg a festményversenyt, mert az a címe, hogy Lenin Lengyelországban, és akkor az egyik ilyen látogató kérdezett, hogy hol van Lenin? Lenin Lengyelországban, mondják. Na most ugyanígy, ugye, hát végül is az Anno az én tévém című könyv az apropója ennek a mai beszélgetésnek, de hát az Endre Jutka Lengyelországban van, de azért egy valamit mondjatok el, hogy mostanában a ti tévés dolgaitokkal mennyire foglalkoztok, vagy mennyire foglalkoztattak titeket a sajtóban, tehát hogy kérdeznek ezekről. Én vagyok az utolsó? Szerintem, hát az én esetemben igen. Hát engem időnként felhív, vagy megjelenik rólam egy-egy cikk, néha valamilyen műsorban meghívnak, és... János? Én 5 éve abba hagytam a tanítást avval, hogy ennek nincs értelme, tehát amit én tudok tanítani, arra most nincs szükség. Miért hozzam olyan helyzetbe a diákokat, olyanokat mondok nekik, amikről én olyan tudom, hogy igaz, de hát ez a legtöbb esetben őket propagandáként használják, nem pedig újságíróként. És aztán azóta az elmúlt 4-5 évben én ezt igazolva láttam, kicsit összeomolni láttam azt, amit építettem, nem is kicsit nagyon, ezért tulajdonképpen rettenetesen fáj a szívem, zárójelbe hozzáteszem, ez nem csak magyar jelenség, ez világjelenség. És ha 1964-ben vagy 63-ban, amikor megkérdeztek engem, hogy mi akarok lenni, és azt mondtam, hogy újságíró, mai észre nem. Se tévé, se írott sajtó, nem. Hát az illések száma úgy végződik, hogy a Sárika, azt hiszem, hogy happy end nincs, de van, hogy Sárika az enyém lett, de akkor ezek szerint itt most nincs happy end, de azért nagyon sok boldogságot és sikert kívánok nektek. Mindenki még mondja el az árszavát, mert látom, Pista, hogy te akartál még valamit mondani. Nem, ez jó zárszó. Nem kell szomorúnak lenni.
Mi megértünk egy korszakot, abban szerintem jól éreztük magunkat, az a korszak lezárult, indult egy új, nem nekünk. Hogy visszatérjek az elejére, igen. Nézem a hűtőszekrényt. Szóval neked akkor van ilyen? Az nekem nagyon tetszett. Nincs. Ja? Nincs, de nagyon tetszett. És olyan egyszerű tetszett egyébként. Ma már. Hát akkor a legszebb beszélgető társunkat. Beleértem magamat is, hogy ő a legszebb itt a stúdióban. Ne legyél szerint. Hogy őt kérdezzük meg, hogy akkor nem, őt kérjük meg inkább, hogy egy, most össze-vissza beszélek, de akkor újra elmondom ezt, mert ezt nem tudom már vágni, jó? Hogy hát akkor befejezésül a stúdió legszebb beszélgető emberét. Neked nem kell, a Máté beleértve engem is, ugye, kérjük meg, hogy ő búcsúzzon el a nézőktől, és mondja el, hogyha van még valami a szívén. Én is csatlakozni tudok a Istvánhoz, hogy én annak örülök, hogy a legjobb évek, tehát a 80-as években voltam kamasz, vagy fiatal, és a 90-es évek nagyon jó televíziós korszakában, színházi világában nagyságokkal dolgozhattam. Én kicsit sajnálom a mai fiatalokat, nem kell siránkozni, és tényleg szomorúnak lenni. Én örülök, hogy ebben a korszakban lehettem aktív. Aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Nekem van egy csodálatos kapaszkodóm a színház mellett, nekem ott van a természet, a lovaim, az állataim, és, én ebben, és a gyerekek, és én ebben nagyon boldog vagyok, és köszönöm, hogy ilyet kaphattam. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Egy valamit elárulok, hogy én, amikor veletek beszélgetek, de ezt a Jancsival is beleértem, én megközelítőleg nem szoktam olyan rossz lenni, mint például most is figyeltem, hogy a Mátinak hogy teszem fel ezt a kérdést, ha egyszerűen szörnyű vagyok, legszívesebben kiküldeném magam a stúdióból, de hát nem tettem. Na gyere, elkísérjük. Na jó, akkor csináljuk ezt, jó. Akkor kísérjetek el. Ez egy nehéz dolog köszönöm. Egyébként, szóval most ez halálkomolyan mondom, mert ez egy kicsit mindhármunkon múlik, de most elnézést. Inkább a Pistán meg rajtam, hogy mennyire vagyunk gonoszok veled. Igen. Mert ugye pontosan is. És eléggé. Igen. És eléggé. Idolok vagytok, a Márti az meg másmilyen idol, de tehát itt három idollal beszélgetek, úgyhogy és igyekszem szerint jobb dolog lenni. Úgy idolnak lenni, mint ahogy a Márta idol. De most már akkor ne próbálj meg hazzáválni. Ez most már elég. Pista, mondjál valamit, ha még akarsz, mert látom, hogy még levegőt vettél. Nem, vizet. Akkor üríts poharad a műsorra, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm. És hogyha addig nem találkoznánk, akkor boldog új évet is kívánok nektek. És ha a kedves nézőkkel nem találkoznánk addig, akkor a kedves nézőknek is boldog új évet kívánok. Ennyi volt már a Párosan szép. Viszontlátásra.